That's me, Brand. Óriás cukini. Óriás cukini, nézd meg. Olyan, mintha tök lenne, de tulajdonképpen... Az anyját! Ez cukini. Micsoda merevedés! Ez mit szólsz? Hát fantasztikus. Ez ám a növények nagy erekciója? Igen. Ezt magnak tettem el. Na mi van ez az őszi baracka? Hogy mosolyog? Hát ez nem mosolyog, ez... Rohad? Szar volt a tél, megmaradtak a izék, a kártemők, és minden gyümölcsöt felzabálnak. Tehát valami rettenet. Tehát ez már majdnem, ott már látok egy pár cefre kezdemény. Hát igen, itt már cefre szagot van egyébként. Szörnyű, amikor a pálinka magán a fán képződik. Hát nézd, nem kell messzire menni. 25 éves kutyaház. Itt kezdtem el építeni, és innen azóta nem került el, ugyanis ez a kutyaház 200 kilós. Azért ja, szép hát. Voltam valamikor. Igen, nagyon tetszik nekem, de ez egy olyan... Megmozdítottam! Ne. Nem lehet, ez szörnyű. Ez tulajdonképpen egy rusztikus kutyaház. Így van, naspolya, ja, és dupla falu, tehát izé ez. Tehát hőtárolós. Hőtárolós, igen. Hogyha most Amerikában lennénk, mindenki kapásból tudná, hogy ez egy atombunker. De hát a Voga ezt ilyen faipari műmunkának átszázta. Erről az emésztőről több órán keresztül ezt beszéltünk. A facsatorna fedőt, fafülekkel, ezt nézd meg. Facsatorna fedőt, fafülekkel. Ez kérlek szépen 3,5 méter mély. És ott lent emésztődik az, aki lekerül. Nem, ebben még nincsen semmi. Hát illetve fölavattam, lementem. Ezt nézd meg. Ez fantasztikus, ezt a kis tetőt egy izéból csináltam, egy lámpából, egy söprűnyélből és egy cserépalátétből. Ez a bűzelzáró azért van, mert... Kérlek szépen, igen. Ne essen bele az eső. Kedves párok, akik az ilyen típusú embereknek a párjai vagytok, vegyétek észre, nincs felesleges tárgy. A nő agyában elsősorban az első gondolat, bármilyen tevékenység is kerül elő, hogy kidobom, kidobom, kidobom. Nem, minden jó valamire, még a feleség is.